Érthetően jó hangulatban készültek a héten a kisvárdai futballisták, mivel az elmúlt fordulóban Kaposváron 2-0-ás győzelmet aratott a csapat. Lukász gólja élményszámba ment, Gosztonyi András pedig szülővárosában volt eredményes. A szakmai munkáért felelő Kocsis János mellett ott volt a kispadon Dajka László is, aki tavaly a Puskás Akadémia ellen mutatkozott be Kisvárdán vezetőedzőként, szombaton pedig a Felsőtiak elleni lesz az első hazai meccse visszatérése óta. Örülök, hogy visszatértem, mint ahogy beszéltük is a stábbal és a játékosokkal, és hogy próbálok segíteni mindenhol, ahol tudok, hogy minél sikeresebb legyen a csapat. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt hét is minket igazolt, megérdemelten szereztük meg a 3 pontot Kaposváron. Nagyon nehéz mérkőzésünk lesz a Puskással, hetek óta eredményesen futballoznak, de természetesen megpróbáltunk egy olyan játéket, olyan taktikát választani, ami eredményes lesz. Természetesen ez majd a mérkőzés mutatja meg, hogy mi az, amit el tudtunk érni ezzel a elhatározással. Én bízom benne, még egyszer mondom, tisztában vagyunk vele, hogy egy jó paszban lévő csapat látogat hoznánk, de ahogy én annak idén is mindig mondtam, ha jön valaki Kisvárdára, amikor meglátja a Kisvárda táblát, akkor az érezze, hogy itt vért fog izzadni ahhoz, hogy jó eredményt érjen el. A tabellán a Puskás Akadémia 17 ponttal áll a negyedik helyen, megelőzve a 13 ponttal ötödik Kisvárdát. Tisler Patrik, aki korábban 4 évet töltött Felsúton, a Várda legutóbbi 2 hazai meccsén betalált, a szurkolók pedig bíznak a folytatásban. Ígérni nem szoktam, de az biztos, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy gólt szerezzek, hiszen nekem igazából ez a dolgom csatárként, hogy góllal segítsem a csapatot, de ha esetleg góllal nem tudom, akkor ugyanúgy kiveszem a részemet minden egyéb másból, amit kér a vezetőedző, úgyhogy én úgy gondolom, hogy amit tudok, azt meg fogom tenni a pályán, és nyilván persze minden meccsen úgy jobb megyek fel, hogy gólt szeretnék rúgni. Ez most sem lesz másképp szombaton. Igen, itt a hazai meccsek azért úgy jól sikerültek, de úgyhogy szeretném folytatni, de mondom még egyszer, a 3 pont és a győzelem a legfontosabb. A Kisvárda Puskás Akadémia mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 10. forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd Debrecen, Újpest Zalaegerszeg, Budapest Honvéd Kaposvár, Paks Diósgyőr és Molfehérvár FC Ferencváros.